koncepciós pernek nevezte korábban Gyurcsány Ferenc a Cegléd ügyet, és a bírákat is felelősségre vonással fenyegette meg. Ceglédi Csaba pedig törvénytelen ítéletről írt már a tegnapi tárgyalás megkezdése előtt is. A Híradónak nyilatkozó alkotmányjogász szerint példátlan politikai nyomás nehezedett a bírákra az ügyben. Már előre törvénytelennek nevezte az ítéletet Cegléd Csaba közösségi oldalán órákkal a tárgyalás előtt. A politikus szerint a bíróságot nem az igazság felderítése érdekli. Cegléd Csaba korábban többször került előzetes letartóztatásba, mert a gyanú szerint ő volt a Humán Operátor ZRT-hez köthető bűnszervezet irányítója. Cegléd Csaba végig ártatlanságát hangsúlyozta, és arról beszélt, hogy jogtalanul tartják fogva. Hát mit csinálják egy ártatlan emberre? Gyurcsány Ferenc a kezdetektől kiállt Cegléd Csaba mellett. Ugyanakkor azt elismerte, hogy a diákmunkások kifizetésére kért tőle pénzt Cegléd Csaba. Megkeresett egyszer bennünket, hogy ki kell fizetni a diákmunkásokat, és pár hétre adjunk átmeneti kölcsönt. Mondtam, hogy nem tud tárgyalni Csaba. Én politikus vagyok, menj el az Altuszhoz, beszélj a Klárával. A DK elnöke mindezek ellenére koncepciós eljárásnak nevezte a Ceglédi ügyet. Egy politikailag motivált, politikai koncepciókkal terhes. Ugye ez? És emiatt következményekkel fenyegetett. Azt tudom mondani, hogy ez nem fog következmény nélkül maradni. Gyurcsány Ferenc azt is hangoztatta, hogy a Ceglédi ügyben a bíráknak kellene felelniük. Az ügyvádlottjai azonban bűnösnek vallották magukat a tárgyaláson. Példátlan politikai nyomásgyakorlás nehezedett a bírákra. Gyurcsány Ferenc fenyegetése ellenére az ítélet nem meglepő, erről beszélt a Híradónak ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke azt a kijelentést tette, hogy felelniük kell az igazságszolgáltatás szereplőinek a Ceglédi ügyben. Ez nem csupán a hatalmi ágok elválasztásáról szól, hanem arról, hogy egy volt miniszterelnök a személyükben fenyegette meg a bírákat és az ügyészeket, és ennek nyilvánvalóan legalábbis az erkölcsi konzekvenciáit viselnie kell. Az, hogy koncepciós eljárásnak lett az ügy minősítve, annak egyértelműen ellentmondhat az a tény, hogy 8-an beismerő vallomást tettek az ügyben. Lomnici Zoltán hozzátette, az ítélet megfelel a törvényeknek.